Sziasztok! Perben vagyok, és most a legújabb játékomat szeretném bemutatni nektek HTC Vive-ra. Tulajdonképpen ez nem is egy nagy játék, hanem egy kis pici valami. Working to Rome az a címe, illetve a neve. Tulajdonképpen egy kis szobában játszódik az egész, ahonnan ki kell jutni. Különböző feladányok vannak, ugye, amit én ezekről tudok, párat már próbáltam. Ezt a játékot még nem játszottam, nekem ugyanúgy lesz, mint nektek. Nem is szaporítom a szót, inkább akkor elkezdem. Igen, nagyon fontos dolog, hogy mivel általában az ilyen játékokban forgolódni kell, így elképzelhető, hogy háttal fogok nektek állni. Sorry, de hát ha egyszer játékban vagyok, akkor muszáj, indítsuk is akkor el. Szóval... Start. Kapásban egy szobában találom magam, ahol van egy kapcsoló, amelyet működne. A komputer, bögre, szép, egy lámpa, ami nem tudom, szerintem most sem működik. Valami fém, dobozok, itt van valami, mi ez? Majd ha meg tudom fogni, akkor biztos kiderül. Lámpa. Nem. Oh, itt egy lámpa. Akkor ez mi? Mindegy, van egy ilyen fehér bizbasz, ami majd valamire biztos, hogy jó lesz. Egyre ide rakom, össze fogom gyűjteni. Doboz, kép, bögrék, összegyűjt papírok, kis doboz, megvasszom megtalálva, kép, pár DVD, egy golyó, aminek szerintem semmi jelentősége nincs, csak a bénázás lehet bemutatni. Na, elhagytam a lámpámat. Most viszont sikerült másodszorra. Hol lámpa? Itt. Átveszem inkább a bal kezembe. Szóval itt van egy valami kis játék. Semmi folyamat nincsen rajta, egyre ide rakom. Képek. Nincs rajta semmi. Semmi. Itt van egy kulcs, amit jó lenne megfogni. Igen, ez sajnos még betegsége ennek a játéknak, ezeknek a játékoknak. Az érzékelő. Oké. Okay. Biztosítékszekrény. És akkor ez egy biztosíték, nagyszerű. Majd a végén fogom ezt a lámpát, mint egy fehér. Már nincs. Így. Kék, nagyszerű. Ott lesz egy zár, egy papír. Első oldal, első oldal, amit a két felé ugyanaz van. Egyre fölteszem ide. Ja, ha még itt egy kamera. Várjunk csak, kék. Nagyszerű, oppá, és ott mit láttam. Akkor zseblámpa csere. Van egy zöld. Oké, zseblámpa vissza. Doboz. Kék. Összegyűrt papír. Itt van a második oldal. Aha. Most csak egy cetli. Bögrének alján tetején semmi. Semmi. Összegyűrt papír. Egy másik. Van egy fém darab. Hoppá! Szóval ide kell majd kimenni. Vagyis itt kell majd kimenni, ez pedig egy kilincs. Jó, ezt is tegyük szépen oda, majd a bögrét nézzük meg, ebben sincs semmi. Doboz. Tökön megtartogatott ez üres dobozokat. Kuka, nem csak.
sétapárcok. Jó. Ah. Itt van egy piros. Piros, az narancssárga, az kék. Azt ugye nem tudom. A kábelben meg dolgozok. Itt van valami. Nem. Ez nem világít. Viszont van itt egy lila. Már csak egy kell, majd egy narancssárga. És most már egy... Egy, kettő, három, négy, öt. Aha, hogy nem működik, viszont rájöttem, hogy a probléma. Meg kell cserélnem. Az faszak. Na jó, nullázni nem lehet. A zseblámpa. Doboz. Doboz. Ó, bevertem a fejem. Basszus, ez tényleg az asztalból. Na jó. Ez a veszélye mondjuk ennek a játéknak. Vagyis a ujjámnak, hogy... Ó, szuper. Nem kell. Jó, tehát kijárat, van egy sárga lámpa, van egy kódos szekrényem, illetve egy majd páncélszekrényem, amit nem tudok kinyitni, van egy számítógép, amit viszont be lehet kapcsolni. Ja, vágom. Akkor viszont várjál, mert itt még van valami. Egy gombos tű. Ha lehajolok, akkor 1-4-5-0-4. 1-4-5-0-4. 1-4-5-0-4. Ide. Ez a miért nem megy? 1. Négy, öt, nulla, úgy, de megijedtem. Van egy papírunk, keressük a kulcsot, és a levelet. Tehát valamilyen levélre még szükségünk van. Zseblámpa! Zseblámpa mégiscsak kell. Itt lesz egy levél, meg valami piros, valami. Aha, itt viszont még már megint ki vagyok a szenzorból. Akkor fölfelé nem fogok tudni nézni. Tehát van ez a piros, aha, ez egy villanykör. Te gondolom, hogy majd akkor a lámpába fog kelleni. Illetve itt van a már említett levél. Mint a két oldalon ugyanaz van. Lámpa. Másik lámpa. Basszus, most már ráléptem a madzagra. Ennyiből nagyon rossz. Oké. Okay. Tehát tulajdonképpen ez valami infralámpa lehet. És mit világít át? Volt itt még papír. Aha. Itt. Illetve. Nem, tulajdonképpen a szép, az már tök üres. Valami még kell. Az biztos. Hát kicsit el vagyok akadva. Az a helyzet, hogy ha ott van benne a papír, akkor én azt nem látom. Jaj. De nem. Itt nincs semmi. Itt sincs.
Azt a papírt már láttam. Ott sincs. Ó! Itt van egy papír. Mondjuk ezen én nem látok semmit. Hoppá, de hogy nem. Pedig ez valami kód. Kettő, nyolc, hét, négy. Igen. Ho-ho. Basszus, megint levettem a fejem. Egy újabb papír. Ah. És egy kártya. És megint levettem a fejem. Mi ez? Ha, az a menekülő kártya. Hát kérem szépen, hoppa. Ez tulajdonképpen nincs más dolgom, mint hogy levegyem a VR szemüveget és kimeneküljek innen, de mondjuk azért ezt még megnézem, hogy jó, végülis azt írták, hogy vegyük le. Vegyes érzéseim vannak, hogy igen, ez a játék a kapcsolatban, mert valószínű, hogy van még itt másnak is jelentősége, tehát lehet, hogy lehetne valamit kezdeni ezzel a kis kütyűvel is. Aztán az egyik levélben olvastam tulajdonképpen a DVD-knek a sorrendjét, azt hiszem úgy volt, hogy könyv, zene, illetve film, és amit elnézem, Stephen Kingtől itt van a fűnyíró ember, csak máshogy írják. Aztán valószínűleg ez lehet esetleg a zene, sőt, nagyon valószínű. Ez pedig a Ringu, tehát az a japán film, nem tudom, emlékeztek-e rá, a kör. Tehát még valamit ezzel is biztos, hogy lehetne csinálni, de a lényeg az, hogy szabad vagyok. Ha rájövök, hogy merre kell nézni, igen, erre. Nos, ez egy ilyen rövid bemutató volt, az egész játék ekkora volt tulajdonképpen. 5 dollárért szerintem azért nem volt rossz, jó, kicsit drága volt azért ekkora élményért. Megoldhatták volna azt, hogy esetleg egy 4-5 szobából álló, tulajdonképpen egy komplett házból meneküljünk ki. Majd talán legközelebb. Tehát én remélem, hogy élveztétek ezt a kis műsort, ezt a kis videót. Én nagyon, főleg amikor bevertem a fejemet az asztalba, erre majd valamit ki kell találni. Más nem, akkor tényleg fölveszek egy bukósisakot, és akkor mit fogok játszani. Minden esetre, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor kérek lájkoljátok. Ha nem, elég sokat bénáztam esetleg, akkor egy diszlájkot nyomjatok. De mindenféleképp iratkozzatok fel a csatornára, mert hatalmas változások lesznek rajta. És nagyon sok újdonságot tervezünk még, ezekről majd nem maradjatok le. Mindenféleképpen hírt kapjatok róla. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, bennem voltam, sziasztok!